Újra sikerült mosolycsalni a gyerekek arcára a gyekben. Osváth Tibor a Miskolci Nemzeti Színház művész által indított Segítsünk közösen egy mosolyért elnevezésű karácsonyi akció már hatodik alkalommal valósult meg. Az összefogásnak köszönhetően több mint 1,3 millió forint gyűlt össze, az első Miskolci Lions Club pedig karácsony alkalmával idén is megrendezte a beteg gyerekek kórházi kreatív foglalkozását, ahol a Covid-járvány óta először találkozhattak személyesen segítőikkel. Tetszik? Jó lesz? Tessék a tiéd! Szuper! Mosollyal az arcukon fogadták a karácsonyi ajándékokat a Gyermekegészségügyi Központ kis betegei hétfőn. Osváth Tibor és barátai visszatérő segítői az intézménynek. A Bohóz doktorként ismert színművész, Segítsünk közösen egy mosolyért elnevezésű karácsonyi akciója már hatodik alkalommal valósult meg. November 1-én kezdtük a gyűjtést. Több mint 1.300.000 forint gyűlt össze. Ebből nem csak a Velkei László Gyermekegészségügyi Központban gyógyuló kisbetegeket fogjuk ajándékkal megajándékozni tulajdonképpen, hanem idén is terben van, hogy a Boldogkőváraljai Integrált Szociális Intézmény kislakói is kapnak majd ajándékot, valamint a Tegyesznek is szánunk belőle. Autók, legók és plüss állatok. Többek között ezek a játékok várták, hogy gazdára találjanak. A legjobbat választottam. A gyerekek saját maguk választhatták ki azt az ajándékot, amelyiket a legjobban szerették volna. Sólya Menikő, a gyek vezető főorvosa szerint karácsony előtt teljesen megváltozik a hangulat az intézményben. Mindenki izgatottan várja, hogy megérkezzen a Jézuska. Mindig tudnak örülni. Tehát van olyan kisfiú, aki égési sérülés miatt a reagon fekszik, mindig jön, nagyon szerény, és olyan áhítattal figyeli, alig fogad el ajándékot, tehát nem azért jön, de az egész ünnepség, a műsor, hogy itt vannak emberek, akik jót cselekszenek, vagy jó kívánságokkal vannak a gyerekek és a szülők felé, ez őket valahogy nagyon megérinti. A jótékonysági akcióhoz a város egyik ékszerüzletének tulajdonosa is csatlakozott, aki 100.000 forint értékben ajánlott fel gyerekórákat. Melyik fogancs legyen hozzá? Egy nappal később a gyerekek már rénszarvasokat készítettek. Az első Miskolci Lions Club is gondolt az intézmény legkisebb lakóira. A klub hosszú évek óta támogatja a Gyermekegészségügyi Központban zajló iskolai munkát. A hosszú időre kórházi kezelésre szoruló gyerekek azért tanulnak itt, hogy ne kelljen évet ismételniük. A klub idén is megrendezte a beteg gyerekek kórházi kreatív foglalkozását, és a koronavírus járvány óta most először találkozhattak a segítőikkel személyesen.